És ahhoz, hogy San Diego-ba eljussunk, már csak a helikopterre kell felszállni. Úgyhogy hát akkor... valószínűleg ez lesz a legrövidebb kirándulás itt a játék sztoriába. Egy lépcsőn kell mindössze felmennünk, hogy a következő pályához eljussunk. És akkor irány a város. Így is van, San Diego. A pálya nagyjából a kikötőbe fog játszani. Aztán még lesz egy másik része is. És itt is vagyunk San Diego-ba. Ezt látjátok, a tábla azt mondja, hogy almák, kutyák és tirexek nem léphetnek be a kikötő területére. Na most azt megértem, hogy a almák és a tirexek és a kutyák nem léphetnek be, de almák miért nem léphetnek be a területre, ezt nem értem. Az alma az ilyen veszélyes dolog. Tonight we'll christen Jurassic Park San Diego with a mega attract. The ship is here. Megjött a hajó. Méghozzá a hajó olyan nagy lendülettel jön meg, hogy a fél kikötőt azt le is rombolja kapásból. A hajó megjött, beköszönt, mondja, jó napot kívánok, megjöttem. Ha nem probléma, lerombolnám a fél kikötőt. Na de... felmerülhet a kérdés bennünk jogosan, hogy de hát ez milyen... milyen csúnya dolog így beparkolni a hajóval. Hát... maradjunk annyiba ugye, hogy a... hajón a legénység az nincs a legjobb egészségügyi állapotban jelenleg. Már amennyire az emberek jó egészségügyi állapotban lehetnek úgy, hogy egy T-rex tartózkodik a fedélzeten, az... ilyen van a T-rex bealtató azon, de ha nem kapott elég altatót a T-rex, akkor nem biztos, hogy az a T-rex aludni fog túl sokáig. És aztán, ha kicsit éhes, akkor lehet, hogy neki kell kaját keresni, és hogyha nincs kolbász a környéken, akkor ugye csak ráfanyodik az emberre. Ez a kis bácsika itt a törmeléket azt akarja, hogy gyorsan szabadítsuk ki, mert folytatnia kell a sztorit! Biztos valami... igen, egy riporter, pontosan, egy riporter. Ki kell onnan szednünk őt, de egyébként is kell szedni, tehát ha tetszik, ha nem, mert csak így tudunk tovább menni. Gyere, haver! Hú, de örül neki, hogy kiszabadult! Lesz, hogy ezért Pulitzer díjat fog kapni, azért meg kiszedtük onnét. Hát hagyjuk már. Nem, ezt még először szét akarom törni, csak utána ugrálunk. Kell a pénz, kell az igazság. A pénz nem boldogít, kivéve a Legóban. A Legóban nagyon is boldoggá teszi az embert a pénz. Boing és át is jöttünk, már mindjárt ott vagyunk a hajónál. Kezdek fáradni közben, gyerekek. Azért egy húzamba felvenni egy egész LEGO filmet, ami ugye 5 pályát tesz ki most itt, jelen esetben a LEGO Jurassic World-nél. Az egyedül lesz fel, az ugye valószínűleg annyival könnyebb a dolog, amikor ketten játszunk, hogy ketten gyorsabban tudjuk végcsinálni a pályát, mert ugye mindketten tudunk gyűjtögetni stadokat, mindketten tudunk építeni, és hát magyarul kétszer olyan gyorsan haladunk, mint hogy én most egyedül csinálom. Úgyhogy ez is van az, hogy hosszabbak lesznek itt az egyes filmek, amíg végigmegyek rajtuk. De hát se baj. Megbeszéltük, hogy ez most így lesz a legjobb, ha most én ezt megcsinálom egyedül. Mert különben még mindig nagyon sokáig nem tudnánk videókat csinálni, és azért nem szeretnénk titeket videók nélkül hagyni, már ilyen sokáig megy. A legutóbb áprilisban volt egy videó, és azelőtt is rég volt már a Hobbit, úgyhogy valamit azért csak kellett kezdeni ezzel a helyzettel, úgyhogy ezért döntöttünk, úgyhogy most csak kell csinálni valamit. És mivel a LEGO Jurassic World a legújabb, ami kim van a piacon, és én speciális, nagyon személy szerint nagyon szeretem is a Jurassic Park filmeket, úgyhogy mondom, jó van, akkor ezt most én megcsinálom itt egyedül. Aztán természetesen a jövőben szeretnénk ugyanúgy, mint ahogy eddig is ezelőtt csináltuk, ketten játszani co-op-ban, és nem szólózni itten, hanem co-op-ozni. Mégiscsak úgy a legnagyobb poén. Tudunk igazán infantiliskedni, meg szétröhögni a fejünket, mint a hülye gyerekek.
mintha tényleg még kisgyerekek lennénk. Pedig ajaj, attól már messze állunk, hogy gyerekek legyünk, ajaj. Azt már jó pár éve túlnőttük azt a kort. De hát az ember addig gyerek, ameddig akar. Én úgy vagyok vele, és néha szerintem szükség is van rá, hogy kicsit kizökkenjünk a mindennapi rutinból, hogy egy kicsit visszamenjünk az időbe, és újra gyerekként viselkedjünk. Tehát szerintem egy nagyon jó stresszoldó dolog például, és mindenképp megnyugtató, így lelkileg. Úgyhogy, és erre a LEGO játékokkal való játszás, és az, hogy videókat készíthetünk, röhögcsélhetünk a legostobább vicceken is, szerintem ez egy remek alkalmat kínál rá, úgyhogy ezért is szeretnék mindenképpen folytatni a LEGO játékok végjátszását, ameddig csak ezt tudjuk tenni, ugye? Amíg csak a dolgaink, a hétköznapi dolgaink nem követelik meg azt, hogy teljesen a, úgymond felnőtt kor okozta dolgokkal kelljen foglalkoznunk. Mert bizony az is el fog jönni sajnos előbb-utóbb az idő, amikor már nem fogunk tudni tovább foglalkozni a videózással és se a számítógépes játékokkal úgy alapból. Mert nem lesz már egyszer rá idő, tehát a mindennapos felnőtt fasságokkal kell majd foglalkozni, és én megmondom ezt, én nagyon nem várom ezt a dolgot. Gyerekkorában az ember mindenre fel akar nőni, hogy azokat a dolgokat megtehesse, amiket gyerekkorában nem, hogy mit tudom én, ilyen nevetséges dolgok, hogy mint hogy alkoholt ihasson meg, ne kell lefeküdnie este, mit tudom én, 8-kor, azt nézhessen a tévében, amit akar, ne legyen korhoz kötve egy csomó mindenbe. Hát figyeljetek, jobban jártok, higgyétek el, hogy ami gyerekek vagytok, aztán vissza fogjátok sírni, tudom, minden. Ezt mondja nektek minden felnőtt, de higgyétek el, igazuk van, és én is voltam gyerek. Én is átestem azon, hogy felnőtt akartam lenni, hogy megtehessek dolgokat, amiket addig nem. És most azt mondom, hogy bárcsak lehetnék újra gondtalan gyerek. Igen, lehet, hogy meg vagyok kötve sok dologban gyerekkoromban, de mégsem van az a dolog, nem áll fenn az a helyzet, hogy idegeskednem kelljen a dolgok miatt, és olyan gondtalan az a gyerekkor. Annyival kevesebb probléma, baj van, hogy hihetetlen, és még nem fogja fel annyira az ember a világnak ezt a sok fasságát, ami fárasztja őket, fáraszt, és most mi van? Na, gyerünk már, légy szíves! És nagyon fárasztó tud lenni egyébként tényleg ez a sok dolog már így későbbiekben. Na, ott volt egy mini kit különben. Na, de nem akarok itt teljesen itt felnőtt baromságokról beszélni most. Azért vagyunk itt, hogy legózzunk, és pont, hogy ebből kikapcsolódjunk. Mert hogy én kikapcsolódjak ezekből, és hogy titeket lehetőség szerint szórakoztassalak. És Valesz is ezért van itt. Úgyhogy amíg tudjuk, ezt csináljuk, és itt vagyunk gyerekek, és megteszünk mindent, ami tőlünk telik, mint technikailag, mint mindenhogyan. Aja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 j. Azt nem is tudom egyébként megmondani nektek most, hogy a LEGO Indiana Jones-ra mikor lesz majd időnk. Ugye most ezután azt szeretném megcsinálni a LEGO Indiana Jones 2-t. És ha mindig az, akkor augusztusban azért már meg tudjuk csinálni. Gyorsan szétvágjuk az emberkéket. Ha mindig az augusztusban meg tudjuk csinálni, mert most úgy van, hogy Valesz most júliusban nyaral, meg dolgozott is. És na most nem azt akarom ütni, hanem a széket. Igen. És én úgy megyek nyaralni, hogy július vége, augusztus eleje, úgyhogy szerintem augusztus közepe és vége fele már tudunk foglalkozni a LEGO Indiana Jones-szal. És akkor már mindketten talán rá fogunk élni. Hát nagyon remélem, hogy így lesz minden esetre. De majd meglátjuk. Addig is türelmeteket kérjük persze, amíg majd nem lesz videó. Most szerencsére itt van nekünk a Jurassic World, amivel azért ki tudjuk tölteni a hiányos időszakokat. Úgyhogy remélem meg leszek ezzel elégedve egyelőre, és akkor majd amint tudjuk, természetesen csináljuk a LEGO Indiana Jones-t is. Jó, szára kell, szára gyorsan, szára pénz, jaj, bakker! Ütös francba, hogy megint nem sikerült összeszednem.
de majd akkor természetesen, ha vannak infók, vagy ha megint csúszás van, akkor majd lesz egy helyzetjelentő videó, amiben majd elmagyarjuk, hogy akkor mit, hogyan fog történni, meg hogy mikor számíthatok dolgokra. De egyelőre úgy áll a helyzet, hogy szerintem augusztusban tudunk majd foglalkozni a LEGO Indiana Jones 2-vel is. Merem remélni.